Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy jön a jobb világ, mert a rosszabb világ után csak a jobb világ jöhet. Aha, persze. Mondj rá példát. Jó, mondj rá példát, mióta élsz, hogy jött a jobb világ. Az emberek azt hitték, hogy a rendszerváltásra jobb világ lesz. Nem? És jobb világ lett. Hát itt Magyarországon biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy máshol milyen lett, de itt nálunk biztos, hogy nem lett jobb világ. Tehát most megint nem az egyéneket kell nézni, érted? Tehát most ha egy. Tehát az a baj, hogy az egyének magukból indulnak ki. Tehát persze vannak olyan emberek, akiknek sokkal jobb. Itt tudom én mondjuk, tuti, hogy az Orbán családnak sokkal jobban megy most anyagilag, mint mondjuk a rendszerváltás előtt. Hát ez tuti. Meg tuti, hogy a Mészáros családnak is jobban megy, meg a Csányi családnak is jobban megy most, mint mondjuk a rendszerváltás előtt. Ez hód biztos. Érted? És akkor még így lehetne sorolgatni szépen az embereket itt Magyarországon, akiknek jobban megy, mint a rendszerváltás előtt. Oké? Okay? De ők nem a többség. Sőt, nem is egy nagy kisebbség, hanem egy szűk kisebbség. Tehát szűk kisebbségnek tényleg jobban megy, de a nagy többségnek meg nem. És nem a szűk kisebbség számít, hanem a nagy többség. Tehát a nagy többség számít. És a nagy többség arra vár, hogy majd ez a szűk kisebbség, akinek most jobban megy, azáltal, hogy nekünk, tehát az embereknek, az átlagnak rosszabbul megy, érted? Azáltal megy nekik jobban. Mert ugye honnan vették el azt a pénzt, ami által jobban megy nekik? Gondold végig. Hát az emberektől, nem? Hát ez egyértelmű. Tehát akkor nehogy azt gondold, hogy ők azt akarják, akik elvették a többségtől a pénzeket, hogy majd innentől kezdve majd intézkednek róla, hogy nektek is jól menjen. Nekünk is jól menjen. Érted? Hát gondolkodj. Tehát egy olyan világban élünk, ahol vagy teszel magadért, hát vagy egyre boldogtalanabb leszel. Hát ennyi. És ugye hogy lehet tenni magunkért? Hát úgy, hogy van egy olyan tudás, ahol tanul az ember, de az önmagában kevés. Kell egy olyan közösség, akikkel az ember kommunikál. Érted? Tehát akikkel rendszeresen kommunikál. Olyan emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ő. És lehetőleg olyan emberekkel, akik meg negatívan gondolkodnak, meg állandóan sajnálják magukat, hát azokkal meg minél kevesebbet kommunikálni. Érted? Mert azzal sokra nem megyünk, hogy olyan emberekkel kommunikálunk, akik állandóan sajnálják magukat. Vagy állandóan arról beszélnek, hogy miért nem oldják meg már a helyzetet, mondjuk a kormány. Képzeld el most, akik elkezdték oltatni magukat, hogy örülhetnek, hogy jaj, de jó, már én nem fogok meghalni. Beoltottam magamat, tök jó. Hát legalábbis remélem, hogy így gondolják. Mert én a helyükben így gondolnám. Nem? De hát valószínűleg azt mondják, hogy ugye mivel azért oltatták be magukat, mert féltek, ugye hát valószínű az azt jelenti, hogy nem túl pozitív gondolkodásúak, ezáltal hiába beoltották magukat, attól nem lettek jobban. Hát mindegy. Mert ugye eleve nem olyan típusú a gondolkodásuk, hogy jobban legyenek attól, hogy mit tudom én, valami pozitív dolog történt az életükben, mert ugye ők ezt pozitívan élik meg, hogy most beoltották őket. Hát mindegy, mindenkinek a saját joga beoltatni magát, vagy nem. Ennyi, érted? És szuverén akarata, ha valaki úgy gondolja, hogy be akarja magát oltatni, hát oltassa, az az ő magánügye. Világos? De akkor legalább örüljön neki, hogy akkor legalább gondolja azt, hogy hú, de jó, most már nem leszek koronavírusos, vagy mit tudom én, nem fogok belehalni, mert van ellenem oltás, vagy ellene oltás. Hát ennyi, jó? Tehát csak azt nem értem ugye, hogy hát általában egy oltás mire kijön,
az ilyen sok esetben 5-6 évig tesztelik. És akkor most az oltottak a tesztalanyok? Ezt most csak úgy kérdezem. Most szó szerint akkor ők a kísérleti tesztalanyok az oltásnál, aztán vagy bejött, vagy bejön, vagy nem. Ezt csak úgy kérdezem. Mert ezt nem gondolják végig az emberek, hogy, vagy nem tudják azt, hogy mire egy oltást kifejlesztenek, az ilyen 5-6 év. Ráadásul azt se gondolják, hogy mint az influenzánál volt, hogy beadták az egyikféle típusra az oltást, aztán jött egy másikféle vírus, arra meg már nem hatott. tehát végül is az azt jelenti, hogy pont egy másik fél éve találta szembe magát, akkor hiába oltatta be magát. Tehát mindegy. Na most itt hát ilyenekre nem gondolnak. Na mindegy. De hát az ő dolguk semmi gond. Ez csak kérdés volt, hogy nem gondolják ezt végig az emberek? Hát nem gondolják. Hát mindegy, az ő dolguk. De azért kíváncsi lennék, hogy a parlamentben hányan oltatták be magukat. Azért nagyon kíváncsi lennék. És mondjuk a miniszterelnökünk beoltatta már magát. Jó, erre is kíváncsi lennék. Persze olyan oltást lehet imitálni, hogy tessék, itt van, az belenyomnak valami sós vizet, érted? Sós desztillált vizet. Szóval az úgy is lehet oltani, aztán honnan tudják, hogy az az vagy nem az. Jó? No. Mert ugye az infúzióval is sós desztillált vizet kapunk. Szóval érdekes világban élünk. Tehát még egyszer, akkor térjük vissza, mi a megoldás? Tehát a megoldás mindig az önmagad boldogulásának és a családod, környezeted, ahol vagy, annak a boldogulásának az elősegítése. Most ahhoz, hogy könnyebben boldogulj az életedben, ahhoz egy tudásra van szükség. Ahhoz, hogy a családtagjait könnyebben boldoguljanak az életükben, tudásra van szükség. Tehát én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, tudod, hogy én nem erőszakoskodom az emberekkel. Tehát én nem akarom őket meggyőzni arra, a környezetemben lévő embereket, nem akarom meggyőzni arra, hogy ők fejlődjenek, tanuljanak, én nem akarom. Mindenkinek a saját élete. És ez beleértve bárkire vonatkozóan, nem akarom meggyőzni. Tehát én mikor elkezdtem foglalkozni a szellemiséggel, én a nejemet se győzködtem avval kapcsolatban, hogy álljon mellém. Érted? Hát én úgy voltam ezzel, én ezt tanultam, hogy amit az embernek meg kell élnie, azt élje meg. Ennyi. Tehát élje meg. És ha nem akar más kárából tanulni, akkor tanuljon a saját kárából. És amit neki meg kell élni, azt élje meg. Ezt ennyi. Tehát ha az embereken azt látod, hogy nem nyitott az olyan dolgokra, amit itt tanulunk, nem kell őket győzködni. Érted? Tehát vannak szabályok az ember működésével kapcsolatban. Tehát most gondold végig, tehát az életünkben ahhoz, hogy boldogok legyünk, az első és legfontosabb dolog az a szeretet. De a szeretethez tartoznak olyan dolgok, hogyha egy közösségben vagyunk, egy közösség akkor tud jól működni, ha van közös célja. Tehát a közös cél azt jelenti, hogy egy cél, egy közös cél. Nekünk az a közös célunk, hogy az emberek tudatosságát fejlesszük, és elérjük azt, hogy lelki fejlődésen menjenek át. És egy fokozatos lelki fejlődésen menjenek át, és olyan magas lelki szintre kerüljenek, ami által képesek bekerülni az aranykorba. Ugye ez a célunk. Na most, ez a közös célunk. Az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora. Tehát ez a közös cél, és ugye akkor valósul meg egy közös cél, hogyha az emberek arra közös célra képesek fókuszálni.
És minél inkább az emberek más dolgokra fókuszálnak, annál kevésbé fognak fókuszálni erre a közös célra. Tehát ugye az a baj ezzel az egésszel, hogyha nem lesz aranykor, akkor semmi nem lesz ezen a bolygón. Tehát akkor nincs további időszak. Tehát 2012. december 22-től van egy átmeneti korszak, és ez az átmeneti korszak ugye 2035-ig tart, és utána a bolygón aranykornak kell lennie. Tehát nyilván ez nem egyszerre fog megvalósulni, hanem fokozatosan. De 2035-re ennek meg kell valósulni. És ha ez nem jön létre, akkor ennek az emberiségnek a végét jelenti. Na most, ez nem ijeszgetés, ez nem fenyegetés, ez egyszerű információ fentről, és azoknak a figyelmeztetés, akik ezt nem tudják. Na most, lényeg az, hogy ugye azok az emberek, akik szellemileg fejlődnek, akkor azok ugye be tudnak kerülni az aranykorba. Akik nem fejlődnek, azok hát kikerülnek ebből a dologból. Tehát nem kerülnek be. Na most, hogy milyen formában, arról most nem szeretnék beszélni. Jó, tehát ez már előadásokban meg tudtátok hallgatni. Tehát, de lényeg az, hogy úgy tudjuk ezt elérni, hogyha az emberek lehetőleg minél jobban egy irányba fókuszálnak. Tehát ha minél több dolog elviszi a figyelmedet, annál kevésbé tudsz egy dologra fókuszálni. Már 90-es években tanultam, hogy van egy óriási különbség a sikeres és a sikertelen ember között. A sikertelen az több dologra fókuszál egyszerre, a sikeres az meg egy dologra fókuszál. És abban lesz sikeres, amiben fókuszál. Tehát mondok példát, jó? Kipróbáltuk azt, hogy egy szolgáltatást értékesítettünk. Majd elkezdtünk több szolgáltatást értékesíteni, bár hasonló szolgáltatás volt. Tehát ez az egy szolgáltatás, amikor biztosítási brókerek lettünk, akkor a tőke befektetéses életbiztosítás. Majd elkezdtünk nyitni, és több biztosítási formát elkezdtünk forgalmazni. Az végeredmények, és miben mérhető a végeredmény? A bevételekben. A bevételek így estek vissza. Tehát ami azt jelenti, hogy elvittük az emberek fókuszát arról az egy dologról, több dologra kellett fókuszálniuk, és az emberek nem tudnak sikeresen több dologra fókuszálni, nem is lehet. Tehát én láttam azt például, hogy valaki mondjuk 4-5 hálózatban munkálkodott, és ezért mindegyikben lassan haladt. Ha azt egy hálózatban fókuszálta volna azt az eredményt, körülbelül 4-szer annyi bevétele lett volna összesen. Tehát az emberek nincsenek ezzel tisztában, én meg nem csak, hogy tanultam ezt, hanem ezekről meg is győződtem. Tehát, hogyha az emberek fókusza az olyan dolgokra megy, ami nem azt a célt szolgálja, hogy haladjunk, vagy haladjanak az emberek előre, akkor természetesen ez a haladás, ez nyilvánvalóan le tud lassulni. És akkor azt gondolják az emberek, például itt tanulok is esetenként, hogy a szeretethez az kell, hogy szabadon kommunikálunk mindenkivel. És akkor, mit tudom én, ő neki van egy üzlete, és akkor az üzletét behozza ide. Csak most mondtam egy példát. Már mit jelent az, hogy behozza ide? Tehát, hogy ajánlgatja itt lévőknek. Na most azzal ugye mit csinál?
elviszi a fókuszt. És akkor nem az a fókusz, hogy haladjunk, ugye annak érdekében, hogy minél több és több tanuló legyen. De ez be is bizonyosodik egyébként az ilyen esetekben, mert valaki ilyet csinál, akkor az ő tanulóinak a lélekszáma szépen elkezd lemenni. Tehát a szeretet nem azt jelenti, hogy mindenkivel azzal kommunikálunk, akivel akarunk. A szeretet azt jelenti, érted, hogy egy cél érdekében együttműködünk. Érted? És feltétel nélkül. Tehát feltétel nélkül. Tehát az azt jelenti, hogy képesek vagyunk arra, hogy a reaktív elmés működés, tehát az ilyen negatív érzelmeket, azt kitegyük a kapcsolatokból. Érted? A negatív érzelmeket. A pozitív érzelmekre szükség van természetesen, de a negatív érzelmekre az ég a világon semmi szükség nincs. Tehát amikor az ember szeretetben akar együttműködni, akkor az az első és legfontosabb dolog, hogy képes legyen a negatív érzelmeitől mentesen, és az egyes egyének a saját negatív érzelmeiktől mentesen együttműködni. Na most az együttműködés az mindig csak úgy működik, hogyha egy cél érdekében történik. Ha azon az együttműködés, látszólagos együttműködésen belül több célt, egyik ezt a célt, másik azt a célt, a harmadik azt a célt akarja megvalósítani, akkor az az együttműködés nem fog működni. Jó? Tehát nem az a szeretet, hogy mindenkivel, akivel szeretnénk, mert szimpatikus, akkor kommunikálunk vele, és aki a nem szimpatikus, akkor azzal nem kommunikálunk. Lehet, hogy az a nem szimpatikus, az jobb ember, mint az a szimpatikus. Tehát hány szimpatikus ember verte át már embereket? Gondoljátok végig. Amikor az időseket átverik a szimpatikus emberek, akkor mind azt mondja az összes idős, hogy milyen szimpatikus volt az az illető. Tehát nem ez a kérdés, hogy valaki szimpatikus vagy nem, hanem az a kérdés, hogy lehet-e vele egy irányba haladni. Érted? Tehát most gondold végig, van neked mondjuk egy családod, mondjuk egy párod. Megszeretted a párodat, mert biztos azért szeretted meg, mert szimpatikus volt, nem? Tuti. És utána a legtöbb párkapcsolat miért szakad meg? Mert nem egy irányba haladnak. Világos ez? Mert megszűnik az egy irány. Tehát, hogyha ugye meddig működött a párkapcsolatban a szeretet? Hát addig, míg egy irányba haladtak. Világos ez? De miért nem lehet ezt megérteni embereknek? Ezt nem értem. Tehát a szeretetben való működés alapja az együttműködés. Az együttműködés alapja pedig az, hogy egy irányba haladunk. Érted? Miért? Mert akkor van egyetértés, ha egy irányba haladunk. Ha nincs egy irányba haladás, akkor nincs, nem tud lenni egyetértés. Világos ez? Tehát egy irányba kell haladnunk, hogy egyetértés legyen. És csak úgy tud szimpátia lenni, ha egyetértés van. Tehát nem az a lényeg, hogy valaki szimpatikus, és akkor kommunikálunk vele. Lehet-e vele egy irányba haladni, vagy nem? És a párkapcsolati választásnál is ez a fő kérdés. Nem az, hogy a párkapcsolati választásnál melyik szimpatikus. Ha nem tudsz vele hosszú távon egy irányba haladni, szét fogtok menni. De hogy nem lesz boldog a kapcsolatotok, az hold biztos. Tehát meg tudtam figyelni, hogy csak és kizárólag azzal lehetett elérni a szeretettel való együttműködést, érted? Akivel lehetett egy irányba haladni. Mondom, nézd meg az életedet, ez pont így működik.
Tehát a szeretetben való együttműködés alapja az egy irányba haladás. Érthető ez? És ezért fontos, hogy egy közösségnek legyen egy olyan célja, ami egy irányba vonzza az embereket. Egy irányba húzza az embereket. Érthető? És itt hála Istennek kaptunk a fentiektől egy ilyen közös célt, amiben igenis lehet mindenkinek azonosan gondolkodni, és haladjunk e felé a cél felé, és meg kell valósítanunk az aranykort. Tehát nekünk a dolgunk az, minden tudásunk és képességünk megvan hozzá, hogy ezt megcsináljuk, és meg is fogjuk csinálni.